Robbanások rázták meg az ukrán fővárost pénteken, miközben afrikai vezetők küldöttsége érkezett Kijevbe. A diplomaták a békekötés szerintük lehetséges módját igyekeztek ismertetni, de maguk is megtapasztalhatták, milyen az orosz támadások által célba vett területen lenni. Az ukrán külügyminiszter Dmytro Kuleba úgy fogalmazott a Twitteren, hogy az orosz rakétatűz egyértelmű üzenet volt a küldöttség számára, hogy Oroszország háborút akar, nem békét. Az afrikai vezetők meglátogatták a Kijev melletti Bucsát is, ahol ukrán közlés szerint az orosz csapatok a háború elején, 2022. februárjában súlyos atrocitásokat követtek el. Oroszország tagadja ezt. Dél-Afrika, Szenegál, a Komor-szigetek és Egyiptom vezetői arra készülnek, hogy szombaton már Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadja őket Szentpéterváron, és neki is ismertethetik béketervüket.